Harmadik rész. Egy. Joyce egyhajtásra felhörpintette a feléje nyújtott pohárpálinkát. Nem nagyon látszott rajta, milyen gyötrelmes expedíción vett részt. Elég fürge volt, szeme élénken csillogott. Még le sem vette furat tájföldi viseletét, amelyben Shears és Worden csak nehezen ismerte fel, amikor már is közölni akarta küldetésének legfontosabb eredményét. Tervünk megvalósítható szőr, ebben biztos vagyok. Nehéz munka lesz, az igaz, nem szabad ámítanunk magunkat, de megvalósítható. És feltétlenül kifizetődő. Az erdős a folyó széles. A híd szakadék fölött vezet. A partok meredekek. A vonatot csak komoly technikai eszközökkel lehet kiemelni. Kezdj az elején, mondta Sears. Vagy inkább zuhanyozna előbb? Nem vagyok fáradt, sző. Adja békében, morogta Warden. Nem látja, hogy beszélni akar? Nagyobb szüksége van rám, mint a pihenésre. Cheers elmosődött. Joyce nyilvánvalóan ugyanúgy égett a türelmetlenségtől, hogy elmondja beszámolóját, mint ő maga, hogy meghallgassa. Amennyire lehetett, kényelmesen elhelyezkedtek a térkép előtt. A mindig előrelátó Warden egy másik pohár italt nyújtott át bajtársának. A szomszéd szobában a fiatalember két vezetője, két tájföldi partizán kuporgott a földön, a tanya néhány lakója kíséretében. Már bele is kezdtek halkan az expedíció történetébe, s ízelgő megjegyzéseket tettek a gondjaikra bízott fehér ember viselkedéséről. Az utazás kisé fárasztó volt, ször, kezdte Joyce. Három éjjel gyalogoltunk a dzsungelben, és milyen utakon, de a partizánok nagyszerűen beváltak. Egyenesen felvezettek, ahogy megígérték egy balparti hegy csúcsra, ahonnan belátni az egész völgyet, a tábort és a hidat. Tökéletes figyelőállás volt. Remélem, senki sem látta. Ettől ne tartson sző. Csak is éjszaka mentünk, és akkor olyan sötét volt, hogy az egyik vezető vállán kellett tartanom a kezemet. Nappalra sűrű bozótba húzódtunk be, hogy kedvét cegjük a kíváncsiskodóknak. A vidék egyébként olyan vad, hogy nem is lett volna szükség rá. Egy élő lelket sem láttunk, amíg meg nem érkeztünk. Rendben van, mondta Siz. Folytassa. Míg hallgatta, number van, észrevétlenül aprólékos vizsgálatnak vetett alá, Joyce Kadét magatartását, és igyekezett pontosan megfogalmazni magában a fiatal emberről lassan kialakuló véleményét. A felderítő útnak kettős jelentősége volt számára, mert azt is lehetővé tette, hogy megítélje, mire képes fiatal beosztottja, a magára van utalva. A visszatérése után szerzett első benyomása kedvező volt. A benszülött vezetők elégedett arckifejezését is jó jelnek tekintette. Chase tudta, hogy az ilyen mellékes szempontokat nem szabad elhanyagolni. joyce persze felizgatt egy kicsit, amit látott, amiről be kellett számolnia, és a visszahatás is, amelyet szállásuk viszonylag békés hangulata váltott ki belőle az elindulás óta, folyton fenyegető számtalan veszély izgalma után. De azért szemlátomást eléggé uralkodott magán a tájföldiek nem csaptak be minket sző. Az a híd csak ugyan szép. A nagy csapás időpontja úgy közeledett, hogy nőtt a simpára töltésem. amelyet ezer szenvedés árán építettek a szövetséges hadifoglyok Burmában és Tájföldön. Sírsz és két társa napról napra nyomon követte a vasútvonal kibontakozását. Joyce órákat töltött vele, hogy a legfrissebb értesülések alapján kiegészítse és kiavítsa vázlatát. Minden héten vastag vörös vonallal jelölte meg a befejezett pályaszakaszokat. A vonal most már majdnem megszakítás nélkül húzódott bankoktól rangunig. A különösen érdekes részeket keresztekkel jelezte. Az egyes vasúti hidak adatai kartonokra voltak feljegyezve, s a rendszerető Worden apró lékos pontossággal vezette napról napra a nyilvántartást. Minél tökéletesebben és pontosabban ismerték a vasútvonalat, annál ellenállhatatlanabbul vonzódtak a Kváj folyó hídjához, amire kezdettől fogva rengeteg csábító tényező hívta fel a figyelmüket. A hidak mindig Különösen foglalkoztatták képzelő erejüket, és ezúttal valósággal megbűvölte őket a kedvező körülmények kivételes bősége, ami már is megkönnyítette gépjesen felvázolt tervük kidolgozását. E tervben összekeveredett a plastik és rombolás Kft-re jellemző tárgyilagosság és fantázia. Az ösztön és az ész egyaránt arra késztette őket, hogy a Kváj folyó hídjára és ne egy másikra összpontosítsák becsvágyuk és reményeik hatóerejét. A többi hidat is lelkiismeretesen megvizsgálták, előnyeit megvitatták, de a Kváj folyói végül is természetesen és magától értetődően került előtérbe, mint vállalkozásuk nyilvánvaló célja. A nagy csapás, amely eleinte homályos, elvont fogalom volt, s csak álmaikban létezett. Testet öltött még hozzá szilárd térben elehelyezett, tehát sebezhető formában, amely ki van téve az emberi alkotásokat fenyegető valamennyi csapásnak, mindenféle rongálódásnak, különösen pedig a megsemmisülésnek. Ez nem a légi erőnek való munka, mondta egyszer Sirsz. Egy faidat nem könnyű a levegőből lerombolni. A bombák még a célba találnak is, legfeljebb két-három pillér közt szét, a többi csak meginog. A japánok hevenészre kiavítják, hiszen mesterei ennek a tudománynak. Mi egyedül mi vagyunk képesek nem csak arra, hogy levegőbe röpítsuk a hidat, hogy a vízszínéig leborotváljuk a pilléreket, hanem hogy éppen abban a pillanatban idézzük elő a robbanást, amikor átmegy rajta egy vonat. Ilyenkor az egész szerelvény a folyóba zuhan. Jóvá tehetetlen károk keletkeznek, nem marad egyetlen használható gerenda sem. Egyszer láttam már e félét pályafutásom során. A forgalom hetekre leállt. Pedig az civilizált országban történt, ahol az ellenség emelőgépeket hozatott. Itt, higgyék el, kénytelenek lesznek áthelyezni a vonalat, és teljesen újjáépíteni a hídat. Arról nem is beszélve, hogy Rakományos túl elveszítenek egy vonatot, pokoli látvány lesz. Én már szinte látom is. Szinte minnyáján látták már egy csodálatos látványt. A nagy csapásnak ettől fogva szilárd kerete volt, amelyet kitölthetett a képzelet. Hol sötét, hol színes képek sora népesítette be Joyce álmait. Az előbbiek a sötétségben folyó előkészületekre vonatkoztak, az utóbbiek olyan ragyogó képpel fejeződtek be, hogy a kadét rendkívüli pontosággal meg tudta különböztetni a legapróbb részleteket is. A vonat elindul a szakadék fölött, amelynek mélyén a dzsungel két tömör falak közt a kváj folyó csillog. Joyce keze görcsösen fog egy billentyűt, szeme egy bizonyos pontra mered a híd közepén. A mozdony és a pont közötti távolság gyorsan fogy. A billentyűt a kedvező pillanatban kell lenyomnia. Már csak néhány láb van a hátra, már csak egy. Keze a kellő pillanatban tétovázás nélkül megfeszül. A lelkében épült kísértet hidom már rég megkereste és megtalálta azt a jelet, amely a híd hosszának felét mutatja. Ször, szólalt meg nyugtalanul egy napon. Csak a repülők meg ne előzzenek. Üzentem nekik, és megkértem, hogy ne avatkozzanak bele, felette sírsz. Remélem, hogy békében fognak hagyni. A várakozás ideje alatt számtalan értesülés halmozódott fel a hídról, amelyet a partizánok kémleltek ki helyettük egy közeli egyről ők maguk egyelőre nem közelítették meg, attól tartottak, hogy a környéken felfigyelhetnek egy fehér ember jelenlétére. Százszor leírták előttük, sőt a legügyesebb ügynökök le is rajzolták a homokba. Rejtek helyükről nyomon követték az építkezés minden fázisát, és meglepetten tapasztalták a szokatlan rendszerességet és módszerességet, ami szemlátomást minden mozdulatot szabályozott és valamennyi jelentésből kiderült. Megszokták, hogy fecsegésekből hámozzák ki az igazságot. Hamarosan megállapították, hogy a tájföldiek beszámolóit a csodálathoz hasonló érzés hagyja át. A tájföldiek nem voltak alkalmasak rá, hogy értékeljék Reef százados bölcs technikai megoldásait, vagy a Nikolzon ezredes ösztönzésére létrejött szervezettséget, de azt megértették, hogy ezúttal nem a szokásos japán stílusban készült formátlan tákolmányjal van dolguk. A primitív népek ösztönösen becsülik a művészetet és a tudományt. Az Isten áldja meg őket, mondta, olykor türelmetlenül sírsz. Ezek egy második George Washington Bridge-et építenek, feltéve, hogy az embereink igazat beszélnek. Féltékenyé akarják tenni ilyen barátainkat. A szokatlan szélesség, amely már szinte luxus számba ment, a tájföldiek állítása szerint a pályatest olyan széles volt, hogy két teherautó is elfélt rajta a vágány mellett. Izgatta és a sírzt. Egy ilyen fontos építkezést bizonyára különleges gondol őriznek. Másrészt talán stratégiai jelentőség is nagyobb, mint gondolta, és ennek megfelelően az akció sikere is nagyobb lesz. A benszülöttek gyakran beszéltek a hadifoglyokról is látták, hogy csak nem mesztelenül megállás nélkül dolgoznak a perzselő napon, őreik felügyelete alatt. Ilyenkor egy pillanatra mind a hárman megfeledkeztek vállalkozásukról. Gondolataikat betöltötték szerencsétlen honfitársai. Ismerték a japánok módszereit, és könnyen elképzelték, hogy egy ilyen munka elvégzése érdekében milyen kegyetlenkedésekre vetemethetnek. Biztosan jobban érezzék magukat, szőr, mondta egy napon Joyce, ha legalább tudnák, hogy nem vagyunk messze, és a hidat sohasem fogják használni. Talán csak ugyan jobb volna nekik, felelte Siz. de semmiképpen nem akarok kapcsolatba lépni velük. Ezt nem tehetjük, Joyce. Mesterségünk megköveteli, hogy még barátaink előtt is titkolózzunk. Képzeletük nyomban nekilódulna segíteni akarnának, és ezzel éppen ellenkezőleg mindent elronthatnának, amikor a maguk módján megpróbálnák szabotálni a hídépítést. Felriasztanák a japánokat, és feleslegesen szörnyű megtorlásoknak tennék ki magukat. Nem szabad bevonni őket terveinkbe. A japánoknak még álmukban se jusson az eszükbe, hogy a foglyok a cinkosaink lehetnek. A Kváj folyó mellől rendszeresen érkező különös és csodálatos hírek egy napon hirtelen döntésre bírták a hitetlenkedő sírzt. Egyikünknek oda kell mennie, hogy a saját szemével lássa. A munka vége felé közeledik. Nem hagyatkozhatunk továbbra is ezeknek a derék embereknek a meséire, amelyeket fantasztikusnak találok. Magam egy Joyce. Remek tréning lesz magának. Tudni akarom, milyen is igazából az a híd, érti? Melyek a pontos méretei? Hány pillére van? Hozzon nekem számok. Hogyan lehet megközelíteni? Hogyan őrzik? Milyen lehetőség van az akcióra? Járjon el a legjobb belátása szerint, de nem utogassa magát. Nagyon fontos, hogy meg ne lássák. Ezt mindig tartsa szem előtt. De hozzon nekem pontos értesüléseket arról az átkozott hídról, az Isten verje meg. Kettő. Úgy láttam a távcsövön át, mint most öncör. Kezdje az elején. Ismételte meg Shears, bár nagyon türelmetlen volt. Beszéljen az útról. Joyce egy este indult útnak két benszülöttel, akik megszokták a nesztelen éjszakai kirándulásokat, elvégre elég sokszor csempésztek már ópiumos iszákokat és cigarettával teli ládákat Burmából Tájföldre. Határozottan állították, hogy ösvények biztonságosak. De mivel a vasútvonal közelében feltétlenül titokban kellett tartani egy európai ember jelenlétét, Joyce ragaszkodott hozzá, hogy tájföldi parasznak öltözik, és a bőrét bekeni egy barna készítménnyel, amelyet Kalkuttában éppen ilyen célra kocsvasztottak. Hamarosan meggyőződött róla, hogy vezetői nem hazudnak. Az igazi ellenség ebben a dzsungelben a szúnyok volt, meg a piócák, amelyek felmásztak a testén. Valahányszor végig simított kezével a bőrén érezhette ragadós érintésüket. Minden tőle telhetőt megtett, hogy legyőzze Undorát és megfeledkezzék róluk. Ez majdnem sikerült is. Éjszaka semmiképpen sem bírt szabadulni tőlük nem engedhette meg magának, hogy rágyújtson egy cigarettára, és lepörkölje őket. Különben is teljes figyelmére szüksége volt, hogy el ne szakadjon a tájföldiektől. Az út nehéz volt, kérdezte Sirs. Elég szőr. Mint már mondtam, a kezemet az egyik vezető vállán kellett tartanom, és ezeknek a derék igazán fura ösvényeik vannak. Három éjszakán át kénytelen volt dombokra felmászni és vízmosásokba leereszkedni. A patakok sziklás ágyát követték, amelyet itt-ott rothadó növényzet émélytő szagú hordaléka torlaszolt el, sőt, beléjük ötközve folyton újabb piócák nyüzsgőra játszette fel. Vezetői éppen az ilyen utakat kedvelték, mert így biztosra vehették, hogy nem tévednek el. Hajnalig gyalogoltak. Amint derengeni kezdett, benyomultak a sűrű bozótba, gyorsan ettek a föld és a sült húsz szeletekből, amit útra valul hoztak. A két tájföldi ezután lekuporodott egy fatövébe. Estig sercegő deregettek eregettek vízipipájukból, amelytől soha meg nem váltak. A maguk módján így pihenték ki nappal az éjszaka fáradalmait. Két szippantás közt néha elbóbiskoltak, de tartásukon ilyenkor sem változtattak. Joyce viszont ragaszkodott az alváshoz, hogy kímélje erejét, mert minden kedvező tényezőt ki akart használni, amitől küldetése sikere függött. Azzal kezdte, hogy megszabadult a testét borító piocáktól. Némelyik már jól lakott a magától levált gyaloglás közben csak egy kicsi fekete véralvadék maradt el. A többiek a félig jól lakottak, dühötten ragaszkodtak zsákmányukhoz, amelyet a háború viszontagságai vetettek a tájföldi dzsungelbe. A cigaretta parazsától a duzzadó test összehúzódott vonaglott, végül pedig elengedte áldozatát és lepottyant a földre. Ott pedig Joyce két kő között szétmarzsolta, Aztán lefeküdt, egy vékony sátorlapra, és elaludt. De a hangyák nem sokáig hagyták pihenni. A bőrét borító alvat cseppek vonzásának engedve ezt a pillanatot választották, hogy fonálszerű fekete és vörös menetoszlopokban oszlopokban megközelítsék. Joyce hamarosan megtanulta, hogy már első érintésükre megkülönböztesse őket. Még csak fel sem kellett teljesen ébrednie. A vörösökkel nem volt mit tenni. Amikor belemartak a sebb mint mintha izzó harapó fogóval csíptek volna bele. Egyetlen egy is elviselhetetlen volt, s angyák csapatostul érkeztek. Arra kényszerült, hogy átengedje a terepet, más helyet keressen, és ott pihenjen, ami újra ki nem szimatolják, és újra meg nem támadják. A feketék, különösen a nagy feketék elviselhetőbbek voltak, ezek nem csíptek, és érintésű csak akkor ébresztette fel, amikor már ellepték a sebeit. Ennek ellenére mindig eleget tudott aludni. Eleget ahhoz, hogy az est leszálltával képes legyen megmászni olyan csúcsokat, amelyek tízszer magasabbak és százszor meredekebbek voltak a tájföldi hegyeknél. Megrészegítette a gondolat, hogy önmagára van utalva ezen a felderítő úton, amely első lépés a nagy csapás megvalósításához. Nem kételkedett benne, hogy az ő akaratától, az ő ítélő képességétől, az expedíció folyamán tanúsított viselkedésétől függ a végső siker, és ez a bizonyosság kimeríthetetlen erőtartalékokat mozgósított benne. Tekintetét nem vette le többé az elképzelt hídról, a látomásról, amely tartósan beférkőzött álmai világába, és amelynek már puszta szemlélés és olyan titokzatos és korlátlan hatalmat adott leghétköznapi mozdulatának is, mintha a győzelem érdekében te dicső erőfeszítés lett volna. A testet töltött híd, a híd a Kvály folyón, hirtelen tárult elébe, amikor valamennyivel fárasztóbb kapaszkodó után felért egy hegyre, ahonnan az egész völgyet be lehetett látni. Hosszabb ideig gyalogoltak, mint az előző éjszakákon, és a nap már felkelt, mire megérkeztek a tájföldiek által jelzett figyelőállásba. Úgy fedezte fel a hídat, mintha repülőgépen ült volna. Pár száz méterrel alatta egy világos pántika feszült a vízen, két erdő rengetege közt, és éppen olyan távolságra volt tőle jobb kész felől, hogy kivehette a hídpályát alkotó gerendák mértani szabályosságú rácshozatát. Jó darabig semmi más nem is látott a lábánál elnyúló képből. Nem látta vele szemben a túlparton elhelyezett tábort, sem a munkájuk körül sürgölődő hadifoglyok csoportjait. A figyelőállás eszményi volt. Tökéletes biztonságban érezte magát. A japán őrjáratok nyilván nem kockáztatják meg, hogy átgázoljanak a hegyet a folyótól elválasztó ingoványon. Úgy láttam, mint most ön, ször. A tájföldért nem túloztak. A méretei tekintése. Jól van megépítve. Egészen más, mint a többi japán híd. Itt van néhány vázlat, de ez még semmi. Első pillantásra felismerte. Izgatottságát, amely a testet öltött látomás előtt elfogta, nem a meglepetés okozta, hanem éppen ellenkezőleg a megszokottan ismerős látvány. A híd valóban olyan volt, mint amilyennek képzeletben megépítette. Először aggodalmasan, majd fokozódó bizalommal ellenőrizte. Egészében a díszlet is megfelelt képzelő ereje és vágyai türelmes építő munkájának mindössze néhány részlet különbözött. A víz nem csillogott, pedig ő csillogónak látta. Iszapos volt. Az első pillanatban őszintén bosszankodott miatta, de megvigasztalt egy gondolat. Ez a tökéletlenség kedves céljaiknak. Két napon át láthatatlanul lapult a bozótban, stávcsöven át mohon figyelte és tanulmányozta a nagy vállalkozás eljövendő színejét. Fejébe véste az összképet és valamennyi részletét, jegyzeteket készített, és egy vázlaton megjelölt az ösvényeket, a tábort, a japán barakkokat, a folyó hajlatait, sőt, az itt-ott kiemelkedő nagy ciklákat is. Az ár nem túl erőször, a folyóval egy kis csónak vagy egy jó úszó is meg tud bírkózni. A vízi szapos, a hídon kocsi út is van, és négy sort szölöp tartja. Láttam a foglyokat, amint verőkossal sűjjeztik egyre mélyebbre a cölöpöket. Az angol fogjokat. Már majdnem elérték a balpartot szőr, ahol a figyelőállás van. Mögöttük más munkacsapatok haladnak. Talán már egy hónapon belül elkészül a híd. Megfigyelései most már olyan bőségben törtek ki belőle, hogy nem tudta tervszerűen folytatni beszámolóját. Csírz hagyta, hagy csapongjon, nem szakította félbe. Ráhér a konkrét kérdésekkel, a Joyce már befejezte. A felépítmény mértani szabályosságú gerendarácsozat, amelyet nyilván tökéletesen megszerkesztettek. A gerendákat rendesen lenagyolták és összeillesztették. A távcsövön még magukat az illesztéseket is láttam. De rendkívül gondos munka ez szőr, és jól megalapozott munka, nem szabad ámítanunk magunkat. Nem csak arról van szó, hogy szét kell törnünk néhány ácsgerendát. Ott helyben végig gondoltam szőr, melyik lenne a, a legbiztosabb és egyben a legegyszerűbb megoldás. Azt hiszem, hogy a pilléreket kell megdolgoznunk a vízben, illetve a víz alatt. A víz koszos. A robbanó tölteteket senki sem fogja észrevenni. Így az egész felépítmény egy csapásra összeomlik. Négy sort szölöp, szakított a félbe tűnödve sírsz. Roppant munka, vigyel az ördög. Miért nem tudták most is úgy építeni a hídjukat, ahogy szokták? Mekkora a távolság egy-egy sort cölöpjei közt? kérdezte Warden, aki kedvelte a pontosságot. Tíz láb. Cheers és Warden szótlanul elvégezte ugyanazt a számítást van lábnyi hosszúsággal kell számolnunk, ha biztosra akarunk menni, szólalt meg végül újra Warden. Ez soronként hat szölöpet jelent, vagyis összesen 24-et, ennyit kell preparálnunk. Sokáig fog tartani. Egy éjszaka elvégezhetjük szőröbben, biztos vagyok. A híd alatt nyugodtan dolgozhatunk, elég széles hozzá, hogy tökéletesen elrejtsen minket. A cölöpökhöz verődő víz csobogása minden más zajt elnyom. Tudom, hogy így van. Honnan tudhatja, mi történik a híd alatt? kérdezte Shears, kíváncsi tekintetet vetve rá. Várjon, ször, még nem mondtam el mindent. Jártam ott. Járt ott. Meg kellett tennem, ször. Ön azt mondta, hogy nem menjek a közelébe, mégis kénytelen voltam rá, hogy beszerezhessek bizonyos fontos adatokat. A hegy túlsó lejtőjén leereszkedtem a figyelőállásból a folyópartra. Azt gondoltam, hogy nem szabad elszalasztanom az alkalmat. A tájföldiek vaddisznó csapásokon vezettek le. Négy kézláb kellett mennünk. Mennyi ideig tartott? kérdezte Sies. Körülbelül három óraig sző. Este felé indultunk. Éjjel akartam a helyszínre érkezni. Kiség kockázatos volt perce, de a saját szememmel akartam látni. Néha nem árt, az ember nagy vonalúan értelmezi az utasításait, mondta a number van. Gordonre pillantva. Végül is sikerrel járt, nem igaz? Ez a fő. Nem láttak meg szőr. Körülbelül negyed mérfölddel a híd fölött értük el a folyót. Sajnos van ott egy magányos, benszülött falucska, de mindenki aludt. A vezetőimet visszaküldtem. Ezt a felderítést egyedül akartam elvégezni. Bemásztam a vízbe, és hagytam, hogy sodorjon az ár. Az éjszaka világos volt? kérdezte Worden. Eléggé. Ott nem volt, de felők sem. A híd nagyon magas, semmit sem láthatnak fentről. Tartsunk rendet, mondta Shears. Hogyan ért a hídhoz? A hátamon szőr, csak a szájam látszott ki a vízből. Fölöttem. Az Isten áldja meg sírsz, dünnyögtem Forden. Ilyen feladatoknál gondolhatna néha rám is. Azt hiszem, legközelebb elsősorban magamra fogok gondolni, törmögte Shields. Joyce olyan erősen átélte a jelenetet, hogy elragadtatása átragadt két társára. Fájdalmas sajnálkozással gondoltak rá, hogy elmulasztották ezt a kéjutazást. Joyce hirtelen határozta el magát, hogy megkísérle ezt a kirándulást, mégpedig azon a napon döntött így, amikor három éjszakai kimerítő gyaloglás után megérkezett a figyelőállásba. Nem bír tovább várni. Miután szinte karnyújtásnyira megpillantott a hidat, újjával is meg kellett érintenie. A vízen elnyúlva egyetlen részletet sem vett ki a partok tömör tömegéből, és minthogy jóformán nem is érzékelte, hogy magával ragadja az áramlás, egyetlen tájékoztató pontja volt csupán a híd hosszú, vízszintes vonala. Feketén ugrott elő az égből. Minél közelebb ért hozzá, annál hosszabb lett, annál jobban megközelítette a zenitet, és közben a feje fölött a csillagok sebesen igyekeztek összeolvadni vele. A híd alatt majdnem tökéletes volt a sötétség. Sokáig várakozott mozdulatlanul, egy cölöbbbe kapaszkodva, de a hideg víz sem enyítette a lázát. Szeme lassan-lassan áthatolt a homályon, és csodálkozás nélkül fedezte fel az örvények fölé emelkedő, síma fatörzsek különös erejét. Most új szemszögből látta idat, de így is megszokottan ismerős maradt. Meg lehet csinálni, szőr, ebben biztos vagyok. A legjobb volna egy könnyű tutajon oda szállítani a tölteteket. Senki nem venné észre. Az emberek úsznának. A híd alatt nyugalom van. A sodrás nem túl erős, nem akadályozza, hogy az egyik cölöptől a másikig úszunk. Szükség esetén oda is kötözhetjük magunkat, nehogy elvigyen a víz. Egész hosszában végigúztam a híd mentén. Megmértem szőr a fatörzseket. Nem túl vastagok. Aránylag kevés robbanóanyag is elég lesz a víz alatt. A víz zavaros sző. Elég mélyen kell elejezni, mondta Gordon. Lehet, hogy azon a napon, amikor lecsopunk, tiszta lesz a víz. Kipróbált minden szükséges mozdulatot. Több mint két óra hosszat tapogatta a cölöpöket, egy madzaggal méregette őket, felbecsülte a köztük lévő távolságot, kiválasztotta azokat a fatörzseket, amelyek a legszörnyűbb katasztrófát idézik elő, ha összeroppannak, emlékezetébe vésett a nagy vállalkozás előkészítéséhez szükséges minden részletet. Két ízben is hallott súlyos lépteket, jó magasan a fej Egy japán őr a hídeszkáit. Ő egy cölöphöz simult és várt. Az őr anyagul végig söpörte a folyó zseblámpájával. Oda jutni nem egészen veszélytelen szőr, feltéve a lámpát gyújtanak. De ha egyszer a híd alatt vagyunk, messziről meghalljuk a közeledésüket. A víz visszaveri a léptek zaját. Bőven lesz időnk, hogy elérjük a belső cölöpsorok egyikét. A folyó mi? kérdezte Sirsz. Több mint két méter, szőr, lemerültem. Hogyan képzeli magát a robbantást? Elmondom, szőr. Azt hiszem, nem gondolhatunk arra, hogy az áthaladó vonat automatikusan idézze elő. A gyújtó zsinort nem tudnánk álcázni. Mindennek a víz alatt kell lennie, szőr. Jó hosszú elektromos vezetékre lesz szükség a folyófenekén. A drót kivezet a partra, ott elrejti a bozót mármint a jobb partra, szőr. Eszményehelyet találtam. Az őserdő egyik csücskét, ahol egy ember elbújhat és várat. Van a fák közt egy rés, azon át jó kilátás nyílik a hídpályára. Miért a jobb partra? szakította félbe sírsz, a szemöldökét ráncolva. Ha jól értettem, azon az oldalon van a tábor. Miért nem a másik partra, ahol a hegy járhatatlan ingovány borítja? Legalábbis maga azt mondta, és ahonnan minden nehézség nélkül vissza lehet vonulni. Pontosan így van, ször. De nézze meg még egyszer a vázlatot. A vasútvonal, miután széles ívet ír le, átfut a hídon, és a hegyet a folyó mentén megkerülve lefelé halad. A víz és a vasútvonal közt kiírtották a dzsungelt, megtisztították a terepet a bozótól. Nappal egyetlen ember sem bírott elbújni. Sokkal hátrább kellene elhelyezkedni a töltés másik felén, a hegy oldalában. A drót túl hosszú szőr. Lehetetlen álcázni, amikor átvezetjük a sínek alatt, vagy legalábbis nagyon sok munkába kerül. Ez nagyon tetszik nekem, jelentette ki Number one. És miért ne választanánk a bal partot a híd fölött? A partot megközelíthetetlen a vízfelő Meredek szívt feje pedig ott van a benszülött valucska. Ott is körülnéztem. Újra átkeltem a folyón, utána pedig a vasútvonalon. Csináltam egy varga betűt, hogy fedett terepen maradjak, és újra a hídtól fölfelé haladtam. Nincs más megoldás, szőr. Az egyetlen megfelelő rejtekely a jobb parton van. – Ejha! – kiáltotta Vorden. – Maga egész éjjel a híd körül keringett? – Körülbelül. – De már pétymallat előtt újra a dzsungelben voltam. Délelőtt értem vissza a figyelő állásba. És a maga terve szerint, mondta Shears, az az ember, aki a rejtek helyen lesz, hogyan fog elmenekülni? Három perc is elég egy jó úszónak, hogy átkeljen a folyón. Nekem ennyi időre volt szükségem, szőr, és a robbantás el fogja terelni a pánok figyelmét. Azt gondolom, hogy egy kis segélycsapat, amely a hegy tövében helyezkedik el, könnyen fedezhetné a visszavonulását. Ha aztán át tud jutni a nyílt terepen és a vasútvonalon, megmenekült szőr. A dzsungel lehetetlennél teszi, hogy eredményesen üldözik. Biztosítom Önt, hogy ez a legjobb terv. Fiz hosszan elgondolkozott, miközben Joyce vázlatai fölé hajolt. Ezt a terved érdemes mérlegelni, mondta végül. Miután maga járt a helyszínen, nyilvánvalóan illetékes rá, hogy kifejtse a véleményét, és az eredmény megéri, hogy némi kockázatot vállaljunk. Mi mindent látott még a kakas ülőjéről? Három. A nap már magasan járt, mire újra felmászott a hegy tetejére. A két vezető, aki még éjjel visszatért, nyugtalanul várta. Alaposan kimerült. nyúlt a földön, hogy pihenjen egy órát, és csak este ébredt fel, mentegetőzve vallotta be. Jól van, feltételezem, hogy éjjel folytatta az alvást. Ennél okosabbat nem tehetett, és másnap reggel újra elfoglalta őrhelyét. Pontosan így történt, sző. Egy nappal tovább maradtam. Sok megvizsgálni volt még. Miután az első napot az élettelen anyagnak szentelte, az élő lényeket is meg kellett figyelnie. Eddig megbabonázták a híd és a táj részletei, amelyek szorosan összefügtek az elkövetkezendő akcióval, de most egyszerre feldult a nyomorúságos rabszolga sorsra kárhoztatott szerencsétlen testvéreinek látványa, akiknek nyüzsgése betöltötte látcsövel látóterét. Jól ismerte a módszereket, amelyeket a japánok a táborokban alkalmaztak. A titkos jelentések egész sora részletezte a győztesek szakadatlan kegyetlenkedését. Tanúja volt kínos jeleneteknek? érdeklődött Shears. Nem szőr, valószínűleg nem erre a napra voltak beütemezve. De igazán megrendített, amikor arra gondoltam, hogy hónapok óta dolgoznak így, ilyen éghajlat alatt, rossz koszton, rossz barakokban, ápolatlanul, és milyen büntetéseknek vannak kitéve. Valamennyi csoportot szemügyre vette. Távcsövén át megvizsgált minden embert, és állapotuk megdöbbentette. Number van összeráncolt a szemöldöki. A mi munkánk nem engedélyezi a túlságos elérzékenyülés, Joyce. Tudom, szőr, de ott mindenki csont és bőr, a szószoros értelmében. Legtöbbjük tagjai csebek és fekélyek borítják. Vannak, akik alig vonszolják magukat. Mi felénk senkinek se jutna eszébe, hogy testileg ennyire elesett embereket munkára fogjon. Látnia kellett volna őket, szőr. Majd nem elsírtam magam. Az a brigád, amely a köteleket rángatva veri be az utolsó cölöpöket. Valóságos csontvázak, szőr. Csóval sem láttam még ilyen félelmetes jelenetet. A leggyalázatosabb bűn, amit velük csinálnak. Nyugodjon meg, mondta Sírsz. Mindenért fizetni fognak. De be kell vallanom, szőr, hogy csodáltam a foglyok magatartását. Bár nyilvánvalóan nagyon rossz bőrben vannak, egyikük sem látszik igazán letörtnek. Jól megfigyeltem őket. Becsületbeli kérdésnek tartják, hogy ügyet se vessenek őreik jelenlétére. Igen, szőr. pontosan ezt a benyomást keltették bennem. Úgy viselkedtek, mintha a japánok ott se volnának. Napkeltétől napnyugtáig a munkahelyen tartózkodnak, mégpedig hónapok óta, és valószínűleg egyetlen pihenő nap nélkül. Mégsem látszanak kétségbe esetnek. kellenére... ellenére Testi nyomorúságuk ellenére nem olyanok szőr, mint a rabszolgák. Láttam a tekintetüket. Mindhárman elég sokáig hallgattak, gondolataikba merülve. Az angol katona kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkezik a szerencsétlenségben, mondta végül Warden. Megfigyelt mást is? kérdezte Schirz. A tisztek, az angol tisztek szőr, nem dolgoznak. Az emberéket vezénylik, és szok, láthatólag sokkal többet adnak rájuk, mint az őrökre. És egyenruhát viselnek. Egyenruhát. Rangjelzésekkel, szőr. Felismertem az összes rangok. A fenébe, kiáltott a sírsz. A tájföldiek is jelentették ezt a részletet, de én nem akartam hinni nekik. A többi táborban kivétel nélkül minden hadifoglyot megdolgoztatnak. Látott magasrangú tisztet is? Egy ezredes szőr, biztosan Nikolson ezredest, akiről már hallottunk. Megérkezésekor megkínozták. Állandóan a munkahelyen tartózkodik. Kétségtelenül a helyszínen akar lenni, hogy szükség esetén emberi és a japánok közé álljon, mert annyi szent, hogy feltétlenül voltak incidensek. Ha látta volna azoknak az őrszemeknek a magatartását, szőr, hiszen azok ruhába bújtatott majmok úgy csaszognak, úgy kacsáznak, hogy az már nem is emberi. Nikolson ezredes viszont meglepő méltósággal viselkedik. Igazi parancsnok, szőr. Ez a benyomásom róla. Kétségtelenül nem mindennapi tekintélyre és ritka tulajdonságokra val, hogy ilyen körülmények közt is fent tudja tartani a katonai szellemet, mondta Shears. Magam is kalapot emelek előtte. joyce Más oka is volt a meglepetésre azon a napon. Míg elbeszélését folytatta, látszott rajta, hogy a többiekkel is szeretné megosztani csodálkozását és csodálatát. Egy alkalommal valamely távolabb dolgozó brigádból egy fogoly végigjött a hídon, hogy beszéljen az ezredessel. Hat lépésnyire tőle vigyázba vágta magát szőr, abban a különös öltözékben. Egy cseppet sem volt nevetséges. Egy japán üvöltözve és a puskájával hadonászva közeledett felé. Az az ember bizonyára engedély nélkül hagyta ott a csoportját. Nikolson ezredes különös pillantást vetett az őrre szőr. Az egész jelenetet pontosan megfigyeltem. Az őr lettett szándékáról, és eltávozott. Hihetetlen volt. De ez még semmi. Valamivel napszállt előtt egy japán ezredes jött a hídra. Valószínűleg szájtó. Akit félelmetes vadállatnak írtak le előttünk. Nem hazudok, szőr, de tisztelet tartással közeledett Nikolson ezredeshez. Úgy van, tisztelet teljes tartással. Vannak bizonyos csalhatatlan jelei az ilyesminek. Nikolson ezredes tisztelgett elsőnek, de a másik sietve, majdnem félénken viszonozta. Jól látta. Aztán sétálgatni kezdtek egymás mellett. A japán úgy viselkedett, mintha. Olá rendeltje volna, aki parancsokat kap. Ez a látvány örömmel töltött el a szívemet szől. Én sem mondhatom, hogy haragszom miatt, törmögte sírsz. Nikolzon ezredes egészségére, mondta hirtelen Worden, és felemelte a polrát. Így van, Worden, az ő egészségére, és annak az öt-hatszáz szerencsétlennek az egészségére, aki emiatt az átkozott híd miatt abban a pokolban él. Csak az a kár, hogy nem segíthetnek nekünk. Talán csak ugyan kár, de ismeri az elveinket, Warden. Egyedül kell cselekednünk. De beszéljünk még egy kicsit a hídról. Egész este a hídról beszéltek, és közben lázasan tanulmányozták Joyce vázlatait, és percenként megkérték, hogy tisztázzon bizonyos részleteket, amit az mindig habozás nélkül megtett. Képes lett volna emlékezetből lerajzolni a híd minden darabját, és leírni a folyó valamennyi örvényét. Nekiláttak a fiatalember által kiesett terv megvitatásának. Jedzékbe foglaltak minden szükséges műveletet valamennyi részletével, és szenvedélyesen találgatták az előre nem látható akadályokat, amelyek az utolsó percben is felmerülhetnek. Aztán Worden magukra hagyta a társait, hogy üzeneteket vegyen fel a szomszéd szobában elejezett rádióvevőn. Joyce egy pillantik tétovázott. Ször, mondta végül, ármunk közül én vagyok a legjobb úszó, és minthogy már a terepet is ismerem, ezt majd később döntjük el, szakította félbe, number one. Joyce-ot kezdte elhagyni az ereje. Sears akkor vette ezt észre, amikor tántorogva ment az ágya felé. Miután a harmadik napot is a bozót közt hasalva leskelődéssel töltötte, éjjel nekivágott a hazavezető útnak, és egyhuzamban gyalogolt a szállásáig, legfeljebb enni állt meg egy-egy pillanatra. Maguk a tájföldiek is csak nehezen bírták a rájuk erőltetett íramot. Azóta egyfolytában álmélkodva mesélgették, mennyire kifárasztotta őket a fiatal fehér ember. Pihennie kell, ismételte meg number van. Nincs értelme, hogy már most agyonhajszolja magát. Minden erejére szükségünk lesz még. Miért jött vissza olyan lóhalálába? A híd valószínűleg egy hónapon belül elkészül, ször, Joyce olyan hirtelen aludt el, hogy még az arcát is felismerhetetlen tevő festéket sem mosta le. Cheers vállat vont, és nem próbálta felébreszteni. Egyedül maradt, és gondolataiba merülve igyekezett kiosztani a Kváj folyó völgyében lejátszandó jelenet szerepét. Még nem határozott, amikor Worden visszatért, és átnyújtott neki néhány frissiben megfejtett rejtjeles üzenetet. Úgy látszik, Sears, hogy közeledik a határidő. A központ arról tájékoztat, hogy a vasútvonalat majdnem mindenütt befejezték. 5-6 hét múlva sor kerül az avatásra. Az első vonat zsúfolva csapatokkal és tábornokokkal. Kis ünnepségre készülnek. Jelentős lőszerkészletet is szállítanak. A helyzet egészen jól alakul. A központ jóvá hagyja valamennyi kezdeményezését, és teljesen szabad kezet ad magának. A légierő nem fog beavatkozni. Naponta tájékoztatnak minket. A gyerek alszik. Ne ébreszze fel. le egy kis pihenést. Remekül feltalálta magát. Mi a véleménye, Vortán? Gondolja, hogy minden esetben számíthatunk rá? Vorden csak némi gondolkozás után válaszolt. Rám jó benyomást tesz. Előtte persze semmit sem lehet biztosra venni, ezt maga ugyanúgy jól tudja, mint én. Értem, hogy mit akar mondani. Arra gondolva jön képes-e pár másodperc, vagy még rövidebb idő alatt súlyos döntést hozni, és végre tudja elhajtani. De miért kérdezi? Azt mondta, hármunk közül én vagyok a legjobb úszó. És nem enceget. Igaza amikor beléptem a 316-os különítménybe, csördölődött Vordem, nem tudtam, hogy úszó bajnoknak kell lennem, ha a főszerepet akarok játszani. A legközelebbi vakációmon tréningezni fog. Egy pszichológiai szempontot is figyelembe kell vennünk. Ha nem teljesítem a kérését, oda az önbizalma, és hosszú ideig használhatatlan lesz. Ahogy maga mondta, előtte Soha sem biztos az ember, ő sem az. A kinyilatkoztatásra várs közben emészti magát. A legfontosabb persze, hogy van-e ugyanannyi esélye a sikerre, mint nekünk. Azt hiszem, hogy van, és arra még több is, hogy megúszza. Pár napon belül eldöntjük. Látni akarom, milyen bőrben lesz holnap. Egy darabig nem szabad a hídról beszélni vele, nem nagyon szeretem, hogy annyira elérzékenyült a hadifoglyok balsorsán. Oh, azt akarja mondani, ja, tudom, tudom, más dolog az érzelem, és megint más az akció. Mégis hajlamos rá, hogy felizgassa magát, hogy mindent előre elképzeljen, érti? Egy kicsit túl sokat gondolkozik. Az ilyesféle munkánál nem lehet általános szabályt felállítani, mondta bölcs Orden. Néha a képzelőerő, sőt, a gondolkozás is hasznos. Nem mindig. 4. Nikolzon ezredest is nyugtalanította a foglyok egészségi állapotot. Felkereste tehát a kórházat, hogy megvitassa az orvossal. Ez nem tarthat így tovább, Clipton, mondta komoly, majd hogy nem szigorú hangon. Nyilvánvaló, hogy súlyos betegen nem dolgozhat senki, de mindennek van határa. Maga a legénységem felét beteg állományba helyezte. Mit gondol, hogyan fogjuk egy hónapon belül befejezni a hidat? Jól állunk, tudom, de még mindig sokat ennivaló, és ezekkel a csökkentett létszámú brigádokkal alig haladunk. Azok sem igazán erősek, akik még a munkahelyen vannak. Nézze meg őket, szőr, mondta Kripton, aki e szava kallatára csak nehezen bírt erőt venni magán, hogy megőrizze szokásos hidegvérét, és olyan tisztelet tudó magatartást tanúsítson, amit az ezredes minden rendű és rangú beosztottjától megkövetett. Ha csak szakmai lelkiismeretemre vagy egyszerűen az emberiesség szavára hallgatnék, nem a legénység felét nyilvánítanám munkaképtelennek, hanem az egészet. Különösen, amikor ilyen munkáról van szó. Az első hónapokban az építkezés gyorsított ütemben folyt, és csak azok az incidensek okoztak némi fennakadást, amelyeket szájtó, hirtelen hangulatváltozásai idéztek elő. A japán néha meggyőzte magát, hogy helyre kell állítani a tekintélyét, és a szeszből merített bátorságot, hogy úrra legyen komplexusain. Ilyenkor kegyetlen lett de egyre ritkábban került sor efféle rohamokra, annyira nyilvánvaló volt, hogy a heves kirohanások ártanak a híd építésének. Sokáig lényegesen túl a Hughes Örnagy és Riff százados által kidolgozott ütemtervet, ami eredményes, bár nem surlódásmendes együttműködésüknek volt köszönhető. Aztán az éghajlat, az előírt munka természete, az élelmezés és az életkörülmények alásták az emberek egészségét. Testi állapotuk egyre több nyugtalanságra adott okot. Húst nem kaptak, legfeljebb, ha a közeli benszülött faluban egy-egy csenevésztehenet vásároltak, nem kaptak továbbá sem vajat, sem kenyeret, és étkezésük néha csak rizsből állt. A foglyok tehát lassanként a joyce megrendítő csontvázakká váltak. A gályarabhoz illő munka, amely abból állt, hogy az ember naphosszat húzta a kötelet, s magasba emelte a nehéz verőkost, amely aztán örhítő zajjal újra meg újra visszazuhant, valóságos kínszenvedés volt a cölöpverő brigád tagjainak. A többiek sem jártak sokkal jobban. A legkevésbé azok, akik derékig vízben órákat töltöttek az álványokon, s tartották a cölöpöket, miközben a verőkos, szakadatlan zuhogása majd megsiketítette őket. A katonai szellem egyelőre viszonylag jó volt, hála az olyan parasnokoknak, mint a lendületes Harper főadnagy. A csodálatosan jókedélyű és erélyes tiszt naphosszat nem unta meg, hogy kedélyes hangon erőteljesen buzdítsa az embereit, és attól sem idegenkedett, hogy időnként fáradtságot nem kímélve maga is munkához lásson. Tiszt létére teljes erejéből húzta kötelet, hogy könnyítsen a leggyöngébbeken. Alkalomattán még humorézéküket is kielégítették, például amikor Reeves százados megjelent a tervrajzával, mérővonalzójával, a szintezőjével és a többi maga fabrikált műszerével, és közvetlenül a víz színe fölött csúszkált egy ingadozó állványon, hogy elvégezze a méréseket, nyomában pedig ott csetlet botlott a kis mérnök, a két pillanatra el nem hagyta minden mozdulatát utánozta, s nagy komolyan számjegyeket írkált a jegyzet könyvébe. Mint hogy a tisztek magatartását az ezredes magatartása ihlette meg, végsőfokon fokon Nikolson ezredes erős kezétől függött a hícsorsa. sorsa. Ezt ő is tudta. Jogos büszkeség töltötte el, mint minden parancsnokot, aki szívesen vállalja a felelősséget, de a rangjával és a beosztásával járó gondok teljes súlyát is ugyanúgy átérzi. E gondok közt első helyen volt a betegek növekvő száma. A szószoros értelmében a szeme láttára fogytak el a századai. Lassacskán, napról napra, óráról órára vált ki az egyes foglyok emberi szervezetéből az élő matéria egy-egy paránya, hogy feloldódjék az anyagi világ mindenségben. A földből, buja növényzetből, vízből és szúnyogoktól, rajzó, nedves légkörből álló világ mindensége nyilvánvalóan nem látszott meg ez a gazdagodás. Számtani szempontból hibátlanul pontos molekulacsere történt, csak hogy a fájdalmasan érzékeny veszteségnek, amely 500-szor több tucat kilót tett ki, semmiféle látható nyereség sem felelt meg. Krypton komoly járványtól tartott, például a kolerától, amelyet már is több táborból jeleztek. Ála a szigorú fegyelemnek, ezt a csapást eddig sikerült elkerülni de se szeri, se száma nem volt azoknak, akik maláriában, vérhasban, beriberiben szenvedtek. Minden nap egyre több embert kellett munkaképtelennek nyilvánítania és betegállományba helyezni. A kórházban majdnem megfelelő étrendet tudott biztosítani azoknak, akiknek még volt étvágyuk. Ezt annak a néhány vörös keresztes csomagnak köszönhette, amelyet a japánoknak nem sikerült elsikkasztaniuk, ezeket ugyanis a betegeknek tartották fenn. Ráadásul egy kis kikapcsolódás már önmagában is gyógyírként hatott egyes foglyokra, akiknek a verőkos, miután megtörte izmaikat, az idegrendszerüket is megrendítette, és hallucinációkat okozva szakadatlan lidész nyomással gyötörte őket. Nikolzon ezredes, aki szerette az embereit, Eleinte tekintélyének teljes súlyával támogatta Kliptont, és igazolta a japánok előtt az előírt pihenést. Hogy jó előre elhárítsa szájtó várható tiltakozását, több követelt az egészséges emberektől. De már elég régóta úgy vélekedett, hogy Klipton túloz. Szemlátomást az azzal gyanúsította, hogy túllépi orvosi hatáskörét. Gyöngeségből arra vetemetik, hogy olyan foglyokat is betegnek nyilvánít, akik még dolgozhatnának. Egy hónappal a munka befejezésének határideje előtt nyilvánvalóan nem engedhették meg maguknak, hogy lazítsanak. Ezen a reggelen azért jött a kórházba, hogy személyesen is körülnézzen, részletesen tisztázzon mindent kliptonnal. Szükség esetén olyan határozottan, de tapintatosan térítse jó útra, ahogyan egy őrnagyjal, egy szakemberrel ilyen kényes ügyet rendezni illik. Nézzük például ezt a katonát, mondta megállva, és szavait az egyik beteghez intéző. Mi baj, fiam? A foglyok közt sétált, akik két bambuszágyon feküdtek. Egyesek láztól diderektek, mások ernyetten hevertek a nyomorúságos takarók alatt, csak halálsápat arcuk látszott. Klipton élénken közbelépett, és elég éles hangon így szólt. Negyven fokos láza volt az éjjel szőr, maláriás. Na igen, mondta az ezredes tovább lépve. Hát ez trópusi fekéje van. Tegnap vágtam fel a lábát. Egy késsel, más műszerem nincs. Akkor a lyuk maradt utána szőr, hogy egy golflabda is beleférne. Szóval ez az Tegnap este jajgatást hallottam, dörmögte Nikolson ezredes. Ez az négy bajtársának kellett lefogni. Remélem, hogy meg tudom menteni a lábát, de nem vagyok biztos benne, tette hozzá alkan. Igazán azt akarja, hogy kiküldjem a hídra szőr. Ne beszéljen butaságot, Klipton. Persze, hogy nem ragaszkodom hozzá. Ha egyszer magának ez a véleménye. Értsen meg jól. Szó sincs róla, hogy betegeket vagy súlyos sebesülteket munkára kényszerítsünk, de minnyájunknak tisztában kell lennünk a következőkkel. Egy hónapon belül be kell fejeznünk a hidat. Ez keserves erőfeszítést követel, magam is tudom. De semmit sem tehetek ellene. Ebből az következik, hogy valahányszor maga elvisz egy embert a munkahelyéről, a többinek valamicskével keményebb feladattal kell megbirkóznia. Erre minden pillanatban tekintettel kell lenni, érti? Még ha egyik másik ember nincs is a legjobb állapotban, valahogy csak hasznosíthatja magát, segíthet holmi könnyű munkában, vagy egy kis bepecselésben. A végső csiszolgatásban, amit Hughes hamarosan megkezd. Na, nem igaz? Feltételezem ször, hogy be akarja festeni a Erre nem is gondolhatunk, Klipton, mondta az ezredes hevesen. Csak is meszelésről lehetne szó. Az pedig remek célpontot nyújtana a repülőgépeknek. Maga elfelejtő, hogy háború van. Igaz, szől. Háború van. Nem, minden fényűzésről le kell mondanunk. A fényűzést ellenzem. Elég, a híd megfelel a célnak, ha gondosan ki van dolgozva. Szóval azért jöttem Clipton, hogy ezt megmondjam magának. Meg kell értetnie az emberekkel, hogy felelősek a többiekért. Ezzel például mi van? Csúnyán megsebesült a karján, mielőtt gerendát cipelt az ön átkozott, istenverten, nyavajás hígyán, ször, tört ki Klipton. Vannak vagy huszon, akik ugyanígy jártak. Az ő kondíciójukban a sebek persze nem hegednek be, sőt, fertőződnek. Nincs semmi, amivel rendesen kezelhetném őket. Azon tűnődöm, mondta Nikolson ezredes, aki makacsú ragaszkodott elképzeléséhez, s szemet húnt az orvos kevéssé szabályszerű stílusa fölött. Azon tűnődöm, hogyha ha ilyen esetek adódnak, a friss levegő és az észszerű elfoglaltság nem segítené jobban a gyógyulásukat, mintha ha hevertetjük és ebbe a viskóba zárjuk őket. Nos, Klipton, mit szól hozzá? Elvégre otthon sem szokás kórházba utalni valakit, ha megkarcolja a karját. Azt hiszem, hogy ha megfontolja, végül maga is igazat ad nekem. Otthon, szőr. Otthon, otthon. Tehetetlen, kétségbeesett mozdulattal emelte égnek a karját. Az ezedes elcipelt a betegek közül, bevitt a kis helységbe, amelyet orvosi szobának használtak, és tovább kardoskodott ügye mellett. Felsorakoztatott minden érvet, amire egy parancsnok csak hivatkozhat ilyen esetben, amikor inkább rábeszélni, mint sem parancsolni akar. S mint hogy kliptont mindez nem győzte meg kellőképp, végül is a leghathatósabb érvel sújtott le. Ha tovább makacskodik, a japánok gondoskodni fognak a kórház kiürítéséről, mégpedig válogatás nélkül. Szájtó megfenyegetett, hogy drákói rendszabályokat fog alkalmazni, mondta. Ez kegyes hazugság volt. Eddigre Szájtó már minden erőszakról letett, mert végül megértette, hogy semmit se érne el vele. Szíve mélyén nagyon is kielégítette, hogy hivatalos vezetésével építik fel az egész vasútvonal legszebb hídját. Nikolson ezredes Feljogosítottnak érezte magát az igazság ilyen elferdítésére, bár bántotta a lelkismeretét. Nem engedhette meg magának, hogy akár csak egyetlen tényezőt is elhanyagoljon, amely előmozdíthatja a híd befejezését, hiszen ebben a hídban öltött testet a töretlen szellem, amely sohasem vallja be csüggedését, amely mindennel dacolva cselekedetekkel bizonyítja sérthetetlen méltóságát. Hiszen a hídból már csak 20-30 méter hiányzott, hogy összefüggő ívként feszüljön a Kváj folyó völgye fölött. E fenyegetés hallatára Klipton elátkozta ezredesét is, feladta a Elbocsátotta a kórházból betegeinek körülbelül egynegyedét, bár rettentő lelkifurdalást gyötörte, valahányszor választania kellett közülük. Ímódon visszaküldött a munkahelyre egy csomó nyomorékot, könnyű sebesültet és lázas beteget, akit szakadatlanul gyötört a malária, de járóképesnek minősült. Egyikük sem tiltakozott. Az ezredes hite olyan hit volt, amely hegyeket hord el, piramisokat, székes egyházakat vagy hidakat épít, és rábírja a haldoklókat, hogy mosolyogva dolgozzanak. A bajtársiasságukra hivatkozó felszólítás meggyőzte őket. Zogszó nélkül vágtak újra neki a folyóhoz vezető útnak. A szerencsétlenek, akiknek karját formátlan és mocskos kötés kárhoztatta mozdulatlanságra, épp kezükkel megragadták a verőkos kötelét, ritmikusan rángatták maradék testi és lelki erejükkel, s csekély és hújukat egészen ráfüggesztve fájdalmas erőfeszítésük áldozatával tetézték a szenvedés végösszegét, amely egyre tökéletesebbé tette a hidat a kváj Ettől az új lökéstől a híd nagyon gyorsan elkészült. Az ezredes szavajárása szerint már csak kis pepecselés hiányzott hozzá, hogy a mű a gondos kidolgozásnak azt a benyomását keltse, Amiről a gyakorlott szem a világ bármely táján első pillantásra felismeri az európaiak fölényes szaktudását és az angolszázok tökéletességre való törekvését. Negyedik rész A nagy csapás Egy. Néhány hét Joyce expedíciója után Warden is megtette ugyanazt az utat, mint a kadét, és kimerítő hegymászás után ő is felért a figyelőállásba. Hasra feküdt a páfrány közt, és most már ő is nézegette az alatta húzódó hidat a kváj folyón. Warden minden volt, csak nem romantikus – Először csupán gyors pillantást vetett a hídra, mindössze annyi időt szentelt neki, amíg elégedetten fel nem ismerte a Joyce által lerajzolt műtárgyat, és ellenőrizte, hogy befejezték-e. Négy partizán kísérte. Közölte velük, hogy pillanatilag nincs szüksége rájuk. Azok felvették kedvenc testtartásukat, meggyújtották a vízipippát, és nyugodtan figyelték Warden sürgölődését. Először a rádióállomás szerelte fel, és kapcsolatba lépett több adóval. Egyikük egy értékes megszállt területi állomás, minden nap egyenes adásban tájékoztatta, hogy hamarosan elindul a hosszú szerelvény, amelynek a burma tájföldi vasútvonalat kell felavatnia. A kapott üzenetek megnyugtatták. Nem adta ki ellenkező parancsot. Ekkora lehető legkényelmesebben előkészítette a hálózsákját és a szunyok hálóját. Gondosan elhelyezett néhány toletszert, majd hasonlóképpen járt el sírsz Holmiával is, mert úgy állapodtak meg, hogy a hegycsúcson fognak találkozni. Gordon előrelátó volt, azon kívül idősebb és higgadtabb is, mint Joyce. Több tapasztalattal rendelkezett. Ismerte a dzsungelt. Annak idején tanári szabadságai alatt több expedícióban is részt vett. Tudta, hogy egy európai milyen jelentőséget tulajdonít a fogkefének, és hány nappal képes tovább kitartani, ha megfelelően berendezkedik, és ébredéskor megiszik egy csésze forró kávét. Ha a nagy csapás után megkergetik őket, a civilizációnak ezeket az emlékét úgy is el kell hagyniuk akkor már nem is lesz szükség rájuk. De addig is elősegítik, hogy az akció pillanatáig a legjobb formában legyenek. Elégedetten az elhelyezkedésével evett valamit, három órát aludt, aztán újra elfoglalta figyelőállását, és azon kezdett tűnődni, hogyan tudná legjobban teljesíteni feladatát. A terv értelmében, amelyet Joyce kezdeményezett, és a trió százszori átdolgozás után végül elfogadott, majd number van egy napon végre végrehajtandónak nyilvánított, a 316-os különítmény tagjai elváltak egymástól. Shears, Joyce és két tájföldi önkéntes, akit néhány terreordó kísért, karaván útra indult a folyó egyik pontja felé, amely jóval a híd fölött volt – mert a robbanószerekkel semmiképpen nem szállhattak vízre a tábor közelében. Sőt, egy bonyolult útvonalat követve elég messzire elmentek, hogy elkerüljenek néhány benszülött anyát. Úgy tervezték, hogy a négy ember éjszaka leereszkedik a folyón, és a hídnál elvégzi a szerelést. Durva tévedés volna azt hinni, hogy egy híd felrobbantása egyszerű művelet. Joyce elrejtőzik az ellenséges parton, és megvárja a vonatot. Síz, csatlakozik Gordonhez, és kettesben gondoskodnak a visszavonulás biztosításáról. Gordonre hárult az a feladat, hogy berendezkedjék a figyelőállásban, tartsa a kapcsolatot a rádión, figyelje a híd körüli jövésmenést, és kikeresse azokat a helyeket, ahonnan fedezni lehet Joyce visszavonulását. Megbizatása nem volt szigorúan körülhatárolva. Number van némi kezdeményezése is felhatalmazta. A körülmények és legjobb tudása szerint kell cselekedni. A lehetőséget lát valamilyen másodlagos akcióra, és persze nem fenyegeti a felfedezés veszélye, én nem tiltom el tőle, mondta Shears. A 316-os különítmény alapelvei a régie. De gondoljon rá, hogy a híd az első számú célpont, és e tekintetben semmi esetre sem szabad csökkentenie a sikereséjét. Számítok rá, hogy megfontolt, de tevékeny lesz. Tudta, számított Vordenra, hogy tevékeny, de megfontolt lesz. Ha volt rá ideje, Vorden módszeresen mérlegelte valamennyi cselekedetének következményeit. Az első felderítés után Vorden elhatározta, hogy magán a hegycsúcson helyezi el zsebtűzérségét, vagyis a rendelkezés álló két kis aknavetőt, s a nagy akció idejére két tájföldi partizánt rendel melléjük, hogy tűz alá vegyék a vonatroncsait. A robbanás után menekülni próbáló csapatokat és a segítségükre siető katonákat. Mindez oppásan beleilleszkedett abba a keretbe, amelyet kimondatlanul is felvázolt előtte a parancsnoka, amikor emlékezetébe idézte a 316-os különítmény változhatatlan alapelveit. Ezeket az alapelveket a következőkben lehetne összefoglalni. Egy műveletet sohasem szabad tökéletesen befejezetnek tekinteni, sohasem szabad elégedetnek lenni, amíg van még némi lehetőség, hogy az ellenségnek akár csak a legparányibb kellemetlenséget is okozunk. Mint mindenütt, ezen a téren is törekedtek az angol száz gondos kidolgozásra. Nos, ezúttal nyilvánvaló volt, hogy az égből az életben maradottakra hulló apró gránátok zápora rendkívül alkalmas lesz az ellenség tökéletes demoralizálására. Ebből a szempontból szinte a csodával volt határos, hogy a figyelő állás mennyire uralkodik a terepen. Warden egyúttal arra is rájött, hogy az akciót ilyen formán kiterjeszti, további jelentős eredményt is elérhet. Eltereli a apánok figyelmét, és közvetve hozzájárul Joyce visszavonulásának fedezéséhez. Warden sokáig mászkál a páfrányok és a vadrododendronok közt, míg tökéletesen megfelelő tüzelőállást nem talál. Amikor megtalálja, odaüvi a tájföldieket, kijelöl közülük kettőt, és világosan megmagyarázza nekik, mi lesz a teendőjük a döntő pillanatban. Azok gyorsan megértik, s láthatólag értékelik ötletét. Délután négy óra felé jár az idő, amikor Warden befejezi előkészületét. Ekkora soron következő tennivalókon kezd töprengeni, de muzsikát hall a völgyből. Visszatér a figyelő állásba, stávcsövön kémleli barát és ellenség mozdulatait. A híd néptelen, a túl sok parton, a táborban különös élénkség uralkodik. de nagyon gyorsan megérti, a foglyokat felhatalmazták, esetleg kényszerítették, hogy ünnepséget rendezzenek a munka szerencsés befejezésének örömére. Egy néhány napja kapott jelentés hírul adta ezt a mulatságot, ő császári felsége jóságának tanuljelét. A zenét durva hangszer szolgáltatja, amelyet nyilvánvalóan a helyszínen kezdetleges eszközökkel állítottak elő, de a húrokat pengető kéz európai. Borden elég jól ismeri a japánok barbár ritmusait, hogy ne tévedhessen. Egyébként hamarosan énekszó is megüti a fülét. Egy nélkülözésektől elgyöngült hang, kihetése félre ismerhetetlen, régis kót dalokat ad elő. Ismert refrén csendül fel a völgyben, amit kórusban megismételnek. A megható hangverseny, amelyet a figyelőállás magányában hallgat végig, fájdalmas próbára teszi Worden lelkét, megkísérli legyűrni Mélabús gondolatait, és ez sikerül is, amikor küldetések következményeire összpontosítja figyelmét. Az események már csak annyiban érdeklik, amennyiben kapcsolatban állnak a nagy csapás előkészítésével. Valamivel napnyugta előtt az a benyomása támad, hogy oda lent banketra készülnek. A konyhák közelében foglyok sűrögnek forognak. Nyüzsgés figyelhető meg a japán barakok körül is, ahol egy csomó katona kiáltozva és nevet élve lögdösi egymást. A tábor bejáratánál posztoló őrszemek vágyakozó pillantásokat vetnek rájuk. Nyilvánvalóan a japánok is a munkálatok befejezésének megünneplésére készülődnek. Volt, de nagyon gyorsan dolgozik. Megfontoltsága nem akadályozza meg, hogy megragadja a kínálkozó alkalmat. Megteszi az előkészületeket, hogy septében elkészített terve értelmében, mert egyébként már jóval az odaérkezés előtt számításba vett, még ezen az éjszakán cselekedhessen. Adva van az őserdő, egy isten háta mögötti zuka, adva van egy alkoholista parancsnok, vagyis szájtó, Adva vannak a katonák, akiket majdnem ugyanolyan keményen tartanak, mint a hadifoglyokat, mindebből mély emberismeretével azt a következtetést vonja le, hogy a japánok már évfél előtt valamennyien holtrészeket lesznek. Ez a rendkívül kedvező körülmény lehetővé teszi, hogy number van tanácsa értelmében minimális kockázatot vállalva beavatkozzék. Előkészítsen néhány másodlagos csapdát, és gondoskodjék a főcsapás pikáns fűszerezéséről, amit annyira kedvel a 316-os különítmény minden tagja. Warden mérlegeli esélyét úgy dönt, hogy vétek volna nem kihasználni a körülmények ilyen csodálatos összejátszását, és elhatározza, hogy leereszkedik a folyóhoz, és hozzáfog a felszerelés előkészítéséhez. Végül is Bármilyen körültekintő, nem érdemli -e meg, hogy legalább egyszerű is eljusson a híd közelébe. Nem sokkal éjfél előtt érj el a hegylábát, az ünnepség elképzelése szerint folyt le. Figyelemmel kísérte a menetét a fülébe hatoló, váltakozó lárma révén, mielőtt Némán kisé lefelé haladt két partizán kíséretében. A barbár üvöltözés, amely mintha a brit kórusok paródiája lett volna, régen elhallgatott. Most már minden csöndes. Még egyszer kikémlel rejtekéből a legszélső fák lombsátra mögül. Nincsenek messze a vasútvonaltól, amely a hídon átfutva, ahogy Joyce magyarázta, a partvonalát követi. Gordon jelt ad a tájföldieknek. A három ember felszerelését cipelve. Óvatosan megindul a sínek felé. Vorden meg van győződve róla, hogy tökéletes biztonságban dolgozhat. Az ellenségnek nyoma sincs az innen parton. A japánok olyan tökéletes nyugalmat élveztek ezen az istá háta mögötti helyen, hogy eszük ágában sincs csanakodni. Nyilvánvaló, hogy pillanatnyilag minden katona, sőt, minden tiszt, öntudatlanul fetreng a fekhelyen. Vorden mégis kirendeli őrnek az egyik tájföldit, és a másik segítségével módszeres munkához lát. Terve klasszikusan egyszerű. Azonos azzal a hadművelettel, amelyet a Plasztik és Rombolás Kft. Kalkuttai szakiskolájában elsőnek tanulnak meg a növendékek. Mi sem könnyen, mint a sín körül eltávolítani a vasúti töltés ágyazatát alkotó kavicsokat, vagyis egy kis üreget válni, és aztán a sín aljához ragasztva bedugni egy adag plastikot ennek a vegyületnek olyan kiváló tulajdonságai vannak, hogy ha megfelelően elhelyezik, még egy kilónyi sem kell belőle. A kis töltetben rejlő energiát a gyújtó szerkezetét egy szempillantás alatt felszabadítja, illetve átalakítja gázzá, és ennek sebessége másodpercenként több ezer méter tesz ki. A gyors expanziónak a legkeményebb acél sem áll ellen, izzé porrázózódik. A plastikban tehát elhelyeznek egy gyújtószerkezetet. Olyan könnyű belenyomni, mintha vagy darabba szúrnál. Úgynevezett pillanatgyújtó vezeték köti össze egy csodálatosan egyszerű készülékkel, amelyet ugyancsak egy sín alatti lyukban rejtenek el. Ez a műszer lényegében két lemezből áll, amelyet egy erős rugó tart távol egymástól. A kettő közé gyutacsot dugnak. Az egyik lemez a fémmel érintkezik, a másikat körögzíti. A gyújtó zsinort beássák a földbe. Két szakértő fél óra alatt az egész berendezést fel tudja szerelni. Ha gondosan dolgoznak, a csapda láthatatlan. Amikor egy mozdonykerék elhalad a készülék fölött, a felső lemezt nagy erővel az alsóhoz préseli. A lángra lobbanó gyutacs a gyújtó zsinór közvetítésével működésbe hozza a szerkezetet. A plastik felrobban. Az acél egy darabja izzé a vonat kisiklik. Kis szerencsével és valamivel erősebb töltettel a mozdony fel is borulat. A szerkezetnek megvan az az előnye, hogy maga a vonat kapcsolja be, és az, aki elhelyezte, akár kilométerekre is lehet tőle. További előnye, hogy nem léphet működésbe, amikor nem kell. Például, amikor rálép egy állat. Ez nagyon nagy súlyra van szükség, mozdonyra vagy vasúti kocsira. Vorden a bölcs, Vorden a számító elme így okoskodik. Az első vonat bankok felől, vagyis a jobb partról jön, tehát elfben a híddal együtt felrobban és a folyóba zuhan. Ez az első számú célkitűzés. Ezzel a vasútvonalat elvágták, a közlekedést megszakították. A japánok bőszen neki fognak a károk kiavításának igyekeznek a lehető leggyorsabban dolgozni, hogy helyreállítsák a forgalmat, és bosszút álljanak a merényletért, amely súlyos csapás mért a megszállt országban a tekintélyükre. Számtalan munkacsapatot vezényelnek a helyszínre, pihenés nélkül dolgoznak, napokon, hetek, esetleg hónapokon át robotolnak. Amikor végre megtisztítják a vasútvonalat, és újjáépítik a hidat, átmegy az új szerelvény. A híd ezúttal kitart, de valamivel később a második vonat is felrobban. Ez nem csak anyagi kárral jár, hanem vitathatatlan lélektani hatással is. Mindenkit demoralizál. Gordon valamivel erősebb töltetet helyez el, mint amire feltétlenül szükség volna, és úgy intézi, hogy a kisiklás a folyó felüli oldalon következzék be. Ha kedveznek az istenek, megeshetik, hogy a mozdony és a vasúti kocsik egy része belebucskázik a vízbe. Programjának ezt az első részét Worden gyorsan befejezi. Jól ért az efféle munkához. Sokat gyakorolta, hogyan kell nesztelenül eltávolítani a kavicsokat, megformálni a plastikot, rögzíteni a készüléket. Majdnem gépiesen végzi a dolgát, és közben örömmel veszi tudomásul, hogy a tajföldi partizán kezdő azt a segítőtársnak bizonyul. Jó kiképzésben részesült. Warden a professzor örül neki. Elég sok ideje van még hajnalig. Egy másik hasonló készüléket is hozott magával, de ez kiség különbözik az elsőtől. Habozás nélkül helyezi el pár száz méterrel távolabb a hiddal ellenkező irányban. Vétek volna, ha nem húzna hasznot egy ilyen éjszakából. Gordon az előrelátó újból elmerül gondolataiban. Ha ugyanabban a körzetben két merénylet történik, az ellenség rendszerint résen van, és módszeresen végigkutatja vonalat. De soha sem lehet tudni. Néha éppen ellenkezőleg el sem tud képzelni egy harmadikat, hiszen már kettőt megért. Egyébként a legfigyelmesebb vizsgálat sem biztosíték a jól átszázott csapda ellen, ha csak a vizsgálók rá nem szánják magukat, hogy az ágyazat minden kavicsát elmozdítsák. Gordon elhelyezi a második pokolgépet. Ez annyiban különbözik az elsőtől, hogy szerkezete különös hatású, és másféle meglepetéssel szolgál. Alkatrészei közé tartozik egy jelfogó féle is. Az első vonat nem idéz elő robbanást, de bekapcsolja a jelfogót. A gyújtó szerkezetet és a plastikot csak a második szerelvény hozza működésbe. Világos, hogy mire gondolta 316-os különítményhez beosztott műszaki ember, aki ezt az ügyes rendszert kidolgozta, Svorden logikus szelleme, kellőképpen méltányolja is. Amikor sorozatos balesetek után kiavítják a vonalat, gyakran megesik, hogy az ellenség fontos szerelvény előtt egy vagy két kővel megrakott ócska kocsit indít útnak, s vacak mozdonyt kapcsol elé. Az első vonat végig szalad a pályán, és a föld fölött semmi sem történik. Ekkor az ellenség már biztos benne, hogy megtört a varázs. Bizalomtól duzzadva óvatlanul elindítja az igazi vonatot. Slám, az igazi vonat felrobban. Egy akciót sohasem szabad befejezetnek tekinteni, amíg az ember nem okozott a lehető legtöbb kellemetlenséget az ellenségnek. Így hangzik a plastik és rombolás kft szava. Mindig törjék a fejüket, hogyan szolgálhatnak egyre több kellemetlen meglepetéssel? Hogyan találhatnak ki újabb csapdákat, amelyek éppen akkor keltenek zűrzavart az ellenség táborában, amikor már azt hiszi, hogy végre békében hagyják, ismételgetik, szakadatlanul a társaság vezetői. Gordon jól elsajátította ezeket a tanokat. Miután második kelepcét is felállította, és minden nyomot eltakarított, újra munkára serkenti elméjét, és azon töpreng érdemesen még egy tréfát kieszelni. Minden eshetőségre hozott magával további játékszereket is. Az egyik, amelyből több darab is rendelkezésére áll, egy mozgatható kis deszkába beágyazott töltény, és ez deszkás túl egy tengely körül elfordulva rácsapódik egy másik mozdulatlan kis deszkára, amelybe szöget vertek. Ezeket a készülékeket a gyalogosoknak szánták. Vékony földrétek borítja őket. El sem lehet képzelni egyszerűbb szerkezetet. Egy ember súlya elég, hogy a töltényben lévő gyutacshoz csapódjék a szög. A golyó kiröpül, és átfúrja a sétáló lábát, vagy a legszerencsésebb esetekben a homlokát, ha lehorgasztott fejjel jár. A kalkuttai szakiskola oktatói azt ajánlják, hogy ezekből a készülékekből szóljanak el egy csomót a preparált vasútvonal közelében. A robbanás után, amikor az életben maradottak, ilyenek mindig akadnak, fejvesztve szét szaladnak, futkosásuk nyomán a csapdák sorra működésbe lépnek, fokozzák a pánikot. Gordon szeretne szépszerével túladni az egész rakományon, de az óvatosság és a józanság azt tanácsolja, hogy mondjon le erről az utolsó fűszerről. Van rá némi esély, hogy felfedezik, s az első számú célkitűzés túlságosan fontos ahhoz, hogy vállalja a kockázatot. Ha csak egyetlen egy sétáló lépés csapdára, a japánok figyelme tüstént a várható szabotásra irányul. Közeleg a hajnal. Warden a megfontolt, sóhajtva beletörődik, hogy véget kell vetnie tevékenységének, és vissza kell térnie a figyelőállásba. De azért elégedett, hiszen jól előkészített terepet hagy maga mögött. Jó fűszereset, hogy a nagy csapás megfelelően csípős legyen. Kettő. Az egyik partizán hirtelen intett. Szokatlan recsenést hallott az óriás Páfrány erdőből, amely a hegy csúcsát borította. A négy tájföldi pár pillanatra tökéletes mozdulatlanságba dermett. Vorden felkapja a géppisztolyát, és készen állt minden esetőségre. Valamivel alattuk, fügy hallatszott. Az egyik tájföldi felelt rá, majd karját lóbálva Vorden felé fordult. Number van, mondta. Shears, akit kétben szülött kísért, hamarosan csatlakozott a figyelő állásban tartózkodó kis csapathoz. Megkapta a legutolsó jelentéseket, kérdezte aggodalmasan, miért meglátta Vordent. Minden rendben nincs változás. Három napja itt vagyok. A vonat ma éjjel indul bankokból, és holnap délelőtt tíz óra tájban ér És maguknál mi újság? Minden kész, mondta sírsz, és megkönnyebbült sóhajjal dőlt a földön. Szörnyen félt tőle, hát ha a japánok az utolsó pillanatban módosították terveiket. Warden viszont már este óta egyfajtában aggódott. Tudta, hogy az éjjel készítik elő a nagy csapást, és mint egy vak órákon át hallgattak Wife folyó körül szállongó gyöngeneszeket, miközben a társaira gondolt, akik közvetlenül alatta a vízben dolgoztak. Szakadatlanul a siker esélyét latolgatta, elképzelte tevékenységük különböző szakaszait, és megpróbálta kitalálni, milyen váratlan események gátolhatják a kedvező végkifejletet. Semmi gyanúsat sem hallott. A terv értelmében Sírsznek pirkadatkor kellett volna csatlakoznia hozzá, de már tíz óra is elmúlt. Örülök, hogy végre láthatom. Türelmetlenül vártam. Az egész éjszaka ráment. Gordon jobban szemügyre vette, és látta, hogy ki van merülve. Átázott ruhája gőzölgött a nap melegétől, nyúzott arca, a fáradtságtól mélyen beesett karikás szeme, több napos szakálla, embertelen előfeszítésről árulkodott. Orden oda nyújtott neki egy pohár pálinkát, és megfigyelte, hogy társa milyen ügyetlenül fogja meg. Kezét sebek, repedések borították. Fakó színezetű bőre ráncos volt. Foszlányok figyektek róla csak nehezen tudta mozgatni az ujjait. Gordon odaadta neki az előre kikészített sortot és a tiszta hinget, aztán várt. Biztos benne, hogy semmit sem terveznek mára? kérdezte újra Sears. Biztos, ma reggel is kaptam üzenetet. Sears ivott egy kortyot, és óvatosan dörzsölni kezdte magát. Keserves munka volt, mondta fintorogva. Azt hiszem, egész életemben érezni fogom a folyó idegét. De minden jól ment. És a gyerek? kérdezte Warden. A gyerek elképesztő. Egyetlen mulasztást sem követett el. Többet gürcölt nálam, mégsem fáradt ki. Az őrhelyén van a jobb parton. Ragaszkodott hozzá, hogy még az éjjel elfoglalja, és nem mozdul, amíg nem jön a vonat. És ha felfedezik, jól elbújt. Nem mondom, hogy nincs kockázat, de érdemes vállalni. Most már minden jövés jövésmenést kerülnünk kell a híd közelébe. Na meg a vonat. Előbb is megjöhet. Biztosra veszem, hogy ma nem fog aludni. Fiatal és erős, sűr bokrok közt van, ahová csak a folyó felül lehet felkapaszkodni, csapart meredek. Innen nyilván jól kivehető az a hely. Csak egyetlen dolgot lát a falevelek közti résen, a hídat. Különben is meghallja, közeledik a vonat. Maga jártott. Elkísértem. Igaza volt, eszményi helyet talált. Sirsz felkapta a távcsövet, és megpróbált támpontokat keresni, de nem ismert rá a díszletre. Nehéz pontosan meghatározni a helyet, jelentette ki. Annyira más most. Mégis azt hiszem, hogy ott van, vagy harminc lépésre a mögött a vastag, vörhenyes fa mögött, amelynek az ágai belelógnak a vízbe. Most már minden rajta múlik. Minden rajta múlik, de én bízom benne. Nála van a tőre? Nála. Meg vagyok győződve, hogy képes lesz használni. Ezt soha sem lehet előre tudni. Nem lehet, de én számítok rá. Csarobbanás után? Nekem öt perce volt szükségem, hogy átkeljek a folyón, de ő majdnem kétszer olyan gyorsan úszik, mint én. Fedezni fogjuk a visszavonulását. Gordon tájékoztatta síszt különböző intézkedéseiről. Este újra lement a figyelőállásból, ezúttal meg sem várta, amíg leszáll az éjszaka, de a nyílt síkságra nem lépett ki. Csúszva kereste ki az elképzelhető legjobb helyet a csoport golyószórója számára, és azokat az állásokat, ahonnan a partizánok puskával lőhetik az esetleges üldözőket. Minden posztot gondosan megjelölt. A tűzfüggőny, amelyet az aknevető lövedékei is erősítenek majd, pár percen át megfelelő védelmet fog nyújtani. Number van egyetértett az egész elrendezéssel, és miután túl fáradt volt az alváshoz, elmesélte a barátjának, hogyan bonyolították le az elmúlt éjszaka hadműveletét. Gordon Mohon hallgatta, és az elbeszélés megvigasztalta egy kicsit amiért nem vehetett részt a közvetlen előkészületekben. Semmit tennivalójuk nem maradt, csak a másnapot kellett megvárniuk. Ahogy mondták, a siker most már Joyce-on múlik. Joyson. És az előre nem látható véletleneken. Megpróbálták becsapni türelmetlenségüket, és elfelejteni nyugtalanságukat, amelyet az ellenséges part bokrai közt lapuló főszereplő miatt éreztek. Mielőtt a nagy akció kérdését eldöntötte, Number van részletes programot dolgozott ki. Kiosztotta a szerepeket, hogy a kis csapat minden tagja időben fontolóra verse a tennivalókat, és begyakorolhassa a szükséges mozdulatokat. Az adott pillanatban tehát mindnyájan éber figyelemmel háríthatják el az előre nem látott eseményeket. Gyerekség volna azt hinni, hogy a hidak komoly előkészítés nélkül is felrobbanhatnak. Joyce vázlatai és útmutatási alapján Gordon, akár csak annak idején Reeves százados, tervrajzot készített, rombolási tervet. Nagy léptékű rajzot a hídról, és ezen minden cölöp meg volt számozva. Minden plastik töltett pontosan a műszakilag legindokoltabb helyen volt feltüntetve, és az elektromos vezetékek és a robbantó szikrát továbbító gyújtózsinórok szakszerű szerelési rendszere pirossal volt megrajzolva. Ezt a tervet hamarosan mindegyikük az emlékezetébe véste. De Number one nem elégítette ki az elméleti felkészülés. Több éjszakai próbát is végeztetett egy ócska elhagyott hídon, amely szálláshelyűtől nem messze egy folyócskán át vezetett. A plastik tölteteket persze homokzsákok helyettesítették. A robbanóanyag elhelyezésével megbízott emberek, vagyis ő maga, Joyce és két tájföldi önkéntes jól begyakorolták, hogyan közelítsék meg sötétben a hidat, és nesztelenül úszva, hogyan toljanak maguk előtt egy erre az alkalomra összeállított, könnyű bambusztutajt, amelyre az anyagot erősítették. Warden volt a döntőbíró. Feladatát szigorúan látta el, és amíg a manőver tökéletesen nem sikerült, mindig újra kellett kezdeniük. A négy ember ezután azt is megtanulta, hogy a legkisebb csobbanás nélkül dolgozzék a vízben, a műtölteteket szilárdan a cölöpökhöz rögzítse, és a rombolási terv szerint összekösse a gyújtózsinórok bonyolult hálózatával. Number van, végül kielentette, hogy elégedett. Most már csak az volt hátra, hogy előkészítsék az igazi felszerelést, és megoldjanak egy csomó fontos részletkérdést, például a víztől óvandó alkatrészek vízmentes csomagolását. A karaván útnak indult. Olyan utakon, amelyeket csak ők ismertek. A vezetők elkalúzolták őket a folyó egy bizonyos pontjához, jóval a híd fölé, ahol teljes biztonságban szállhattak vízre. A terhet néhány benszülött önkéntes cipelte. A plastikból öt kilós tölteteket készítettek. Úgy tervezték, hogy minden cölöpre egy töltet jut. A rombolási terv értelmében mindegyik sorban hat egymást követő cölöpön összesen 24 töltetet kellett elejezni. Ez szerint körülbelül 20 méter hosszúságban az összes tartók megsemmisülnek, és ez bőven elég hozzá, hogy a vonat súly alatt minden elmozduljon és összeomoljon. Shears, az óvatos, egy tucatnyi tartalék töltetet is vitt magával, hát ha szükség lesz rájuk. Ezeket alkalomattán ügyesen el lehet majd helyezni, hogy néhány másodlagos kellemetlenséget okozzanak az ellenségnek. Ő sem feledkezett meg a 316-os különítmény irányelveiről. A mennyiséget nem véletlenül állapították meg így. Számítások és hosszas viták után határozták meg, és mindehez azok a mérések szolgáltak alapul, amelyeket Joyce végzett felderítő útján. Egy táblázat, amelyet mindhárman fejből fújtak, pontosan feltüntette, mekkora töltet szükséges ahhoz, hogy egy adott anyagból készült tartógerenda formájától és méreteitől függően egy szempillantás alatt összeroppanjon a szóban forgó esetben elméletileg nem kellett volna több három kiló plastiknál. Négy kilóval a biztonsági hányados elég nagy lett volna egy hétköznapi akcióhoz. Number van végül is úgy döntött, hogy még egy kicsit növeli az adagot. Jó oka volt rá, hogy így járjon el. A plastik és rombolás Kft. második alapelve úgy hangzott, hogy a műszakiak által megadott számokhoz mindig hozzá kell tenni egy keveset. Az elméleti tárgyak elsajátítása után Green ezredes, aki olimposi magasságból irányította a kalkutta iskolát, erről a kérdésről is ejtett néhány szót, amit a józanész és a vasút idakról szerzett tapasztalata sugalt. Valahányszor a táblázatok segítségével kiszámítják a súlyokat, mégpedig mindig nagy ráhagyással mondotta, adjanak hozzá még egy keveset. Mit akar az ember egy kényes műveletnél? Teljes bizonyosságot. a legkisebb kételjük támadik, vegyenek száz fonttal többet, mint egy fonttal kevesebbet. Ugyan, milyen képet fognak vágni, miután esetleg több éjszakát hát robotoltak, hogy elhelyezzék a robbanóanyagot, miután kockáztatták az életüket és az emberéikét is, Miután ezer nehézség árán végül is diadalmaskodtak, szóval milyen képet fognak vágni a rombolás, csak félig meddig sikerül, mert meg akartak takarítani egy kis anyagot. És a gerendák csak megrepedeznek, de a helyükön maradnak. Csak árokat gyorsan ki lehet javítani. Tapasztalatból beszélek. Egyszer velem is megesett ez, és tudom, hogy semmi sincs a világon, ami ennyire letörné az embert. Sírsz, megesküdött, hogy vele sohasem fog megesni ilyen katasztrófa és nagy vonalúan alkalmazta az alapelvet. De az ellenkező végletet is kerülni kellett, és nem volt szabad felesleges felszerelést cipelni, hiszen csak néhány emberrel dolgoztak. A folyón szállítás elméletben nem látszott nehéznek. A plastik számos jó tulajdonsága közé tartozott az is, hogy körülbelül ugyanolyan fajsúlyú, mint a víz, és egy úszó minden nehézség nélkül jó sokat vontathat belőle. Hajnalban érték el a Kváj A teherhordókat elküldték. A négy ember a Bozsótban rejtőzve várta az éjszakát. Nyilván hosszúnak találták az időt, mondta a Vordán. Aludtak? Alig. Megpróbáltuk, de maga is tudja, milyen az, amikor közeledik a döntő pillanat. Joyce, meg én. Az egész délután fecsegéssel töltöttük. El akartam terelni a figyelmét a hídról. Hosszú éjszaka várt ránk, amikor úgysem gondolhatunk majd másra. Miről beszélgettek? kérdezte Worden, aki minden részletet tudni akart. A múltjáról mesélt egyet-mást. -egy Az a fiú alapjában véve meglehetősen mély a bús. Mindent egybevetve a története eléggé mindennapi. A rajzoló mérnök volt egy nagy cégnél. Ó, ne képzeljen valami fényes állást, nem is dicsekedett vele. Hivatalnok félének mondhatnám, mindig ilyesmit képzeltem róla. Húsz egykorú fiatalember reggelt lestig rajztábla mellett dolgozik egy közös teremben. Nagyjából lehet tudja képzelni, amikor nem rajzolt, számításokat végzett, táblázatok és előírások alapján. Nem valami izgalmas dolog. Láthatólag nem is becsülte sokra az állását. Élek szerint úgy fogadta a háborút, mint valami nem remélt lehetőséget. Furcsa, hogy egy kis hivatalnok éppen a 316-os különítménynél kössön ki. Professzorokkal is megesik, mondta és Ismertem néhány hozzá hasonlót. Nem voltak a legrosszabbak. De a legjobbak sem, legalábbis nem feltétlenül. Nincs általános szabály, pedig nem is beszélt keserűen a múltjáról. Mél a bús, ez a helyes kifejezés. De rég fiú ebben biztos vagyok. Milyen rajzokat kellett készítenie? Furcsa véletlen. A cég hidakkal foglalkozott. Persze nem fahidakkal, és nem is a felszerelésük érdekelte. Csuklós fémhidakat állított elő. Mindig ugyanazt a bevált típust. Legyártotta az alkatrészeket, és leszállította a hidat az építési vállalkozónak. Mint ha valami páncélszekrény lett volna. Ő maga ki sem mozdult az irodából. A háború előtti utolsó két évben újra meg újra ugyanazt az alkatrészt rajzolta. A szakosítás és mindaz, ami ebből következik. Érted, ugye? Nem találta érdekfeszítőnek. Még csak nem is valami nagy alkatrészt rajzolt. Egy kis hoztartót, így mondta. Olyan keresztmetszetet kellett kialakítania, amelyik a legkisebb fémfelhasználás mellett a legellenállóbb. Legalábbis én így értettem. Egy cseppet sem vagyok járatos ezekben a dolgokban. Takarékosság, ez volt a jelszó. A cég nem szeretett pazarolni az anyaggal. Két évet töltött el így, egy ilyen fiatal fiú. Ha hallotta volna, hogyan beszélt arról a hoztartóról, remegett a hangja. Igazán, azt hiszem, Worden, hogy ez a hoztartó részben megmagyarázza, miért lelkesedik ennyire a mostani jobbjáért. Azt tény, mondta Worden, hogy még senkit sem láttam, akit ilyen nagyon lelkesített volna, hogy, hogy lerombolhat egy hidat. Néha azt gondolom, Sírsz, hogy a 316-os különítményt éppen az ilyen emberek kedvéért teremtette az é. Ha nem volna, ki kellene találni. Elvégre maga is, ha nem csömörlik meg a hivatásos hadseregtől. És maga? A tökéletesen kielégíti az egyetemi oktatás? Na mindegy. Akárhogy történt is, amikor a háború kitört, őt még mindig teljesen lekötötte ez a hoztartó. Nagyon komolyan elmagyarázta nekem, hogy két év alatt másfél font fémet sikerült megtakarítani a papíron. Úgy látszik, ez nem is volt rossz eredmény, de a főnökei azt gondolták, hogy több is telik tőle. Hónapokig kellett volna még folytatnia. Mindjárt az első napokban beállt katonának. Miért hírét vette a 316-os különítménynek? Nem is szaladt. Röpült hozzánk, el, És még van, aki tagadja a hivatástudatot. De azért furcsa ez, Gordon, Ha nincs az a hoztartó, ebben a pillanatban talán nem is hasalna a bokrok alatt, alig száz méternyire az ellenségtől törrel az övében. Egy villámokat lövellő. Készülék mellett.